A Debreceni Egyetem egészségügyi karának valamennyi szakával és egészségügyi oktatási eszközökkel is megismerkedhettek az érdeklődő középiskolások az intézmény nyílt napján. 4 alapszak, 7 szak irányára tudnak jelentkezni a hallgatók. Igazából az utóbbi években a 2 legnépszerűbb szakunk ugye a mentőtiszt és szülésznő szak volt, de a védőnő szak iránt is elég sokan érdeklődnek. A leendő védőnők többek között babákkal gyakorolhattak a nyílt napon, az ápolók műkézen mérhettek vérnyomást, de volt, aki újraélesztést tanult. A nagy előadóiban pedig tájékoztatást kaptak az érdeklődők a szakokról, költségtérítési díjakról, kollégiumi elhelyezésről. A legtöbb érdeklődőnek tetszett a nyílt nap. Mindig is nagyon szívügyem volt az egészségügy, mivel édesapám és édesanyám is egészségügyi dolgozó. Elvégeztem Debrecenben egy OK és képzést, felnőtt ápoló szakon, most fogom elvégezni az éven, és hát mindig is jobban foglalkoztatott az ilyen pörgősebb része az egészségügynek, ezért a mentőtiszti képzést szeretném megpróbálni. A nyílt napon többek között Christian Piccolini, amerikai, egykori skinhead vezér is előadást tartott, mint mondta, nehéz gyermekkora volt, olasz bevándorlók gyermekeként, alacsony fiúként Amerikában igen nehéz volt a beilleszkedés. Majd 14 éves korában egy olyan férfival ismerkedett meg, aki önállóságot, hatalmat és az elnyomás megszűnését ígérte, miközben neonáci és rasszista ideológiát adott át a fiatal Piccolininek. Az őt beszervező férfi börtönbe kerülése után mindössze 16 évesen lett skinhead vezető, jóval később döbbent rá, hogy eszméi megkérdőjelezhetőek. Pár éve megalakítottam a Life After Hate, azaz az élet a gyűlölet után nevű szervezetet, amely segít az embereknek elhagyni különböző extrém nézetű csoportokat, szélsőséges köröket. Ez nagyon fontos, én is 22 év után léptem ki Amerika egyik legnagyobb neonáci mozgalmából, amit én segítettem felépíteni vezetőként. Piccolini hozzátette, főként a fiatalokra, kamaszokra kell nagy figyelmet fordítani, hiszen nem mindegy, hogy életük fontos szakaszában kik próbálják őket befolyásolni.